12-en érkeztünk ide Rákra. Nagyon magasan kvalifikált szakemberekkel dolgozunk a Nyírbátori Tagintézményben, akik mindig nyitottak minden új dologra, és én a férjem révén ismertem meg a RÁT intézményt, és azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó szakmai kitekintés lenne a mi munkánkból, illetve azt gondolom, hogy itt is egy nagyon magas színvonalú munka folyik, amiből mindenki tapasztalhat olyan dolgokat, amit a későbbiekben hasznosíthat a terápiái során. Illetve reméljük, hogy mi is tudunk olyan új dolgokat bemutatni a Ráton dolgozó kollégáknak, amelyet a későbbiekben be tudnak építeni a szakmai munkájukba. Mindenképpen ez egyfajta tudásmegosztás és tudásátadás lenne a részünkről is, és az ő részükről is, és olyan későbbiekben is fenntartható kapcsolat, amely mind a két intézményt segíti. Nagyon nagy az igény. A Nyírbátori Szakszolgálat esetszáma az 1000 főt meghaladja. Nagyon nagy a szülők részéről az igény egy részről, másrészt az intézmények is jeleznek nekünk gyerekeket. Nagyon sok az a gyerek, aki egyébként normál fejlődési irányt mutat, de vagy a tanulás terén, vagy valamilyen kognitív készségek terén, vagy éppen a szocializációs érzelmi akarat érett szabályozásában problémái vannak. Ezek a gyerekek ugyanúgy kapnak nálunk terápiát, mint azok, akik korai fejlesztésben részesülnek, és esetleg valamilyen sajátos nevelési igényt vagy különleges bánásmódot is igényelnek. Ez egy országos hálózatnak indult. 30 évvel ezelőtt a neve még nevelési tanácsadók voltak, és megyénként működtek nevelési tanácsadók. Ma már ott tartunk, hogy minden járásban működik a nevelési tanácsadók utódja, amely ma már pedagógiai szakszolgálat megnevezéssel működik. 2013-ban volt egy nagyobb, 12-13-ban volt egy nagyobb átalakítás a köznevelés rendszerében, és így alakultunk át mi is a pedagógiai szakszolgálatokként, nagymegyei intézményként és minden járásban tagintézményként működik egy szakszolgálat, amely ma már 9 feladatellátási rendszerrel működik. A cél mindig az, hogy elérhetővé tegyük mindenki számára ezt a fajta ellátási formát, hiszen nálunk egészen 0-tól 18 éves korig kapnak ellátást a gyerekek, illetve 18 éves kor után is, hogyha nappali rendszerű oktatásban részesülnek. Tehát elég nagy korosztályt fedünk le, és ami most cél a szakszolgálati rendszeren belül, hogy minden korábbi időszakban tudjuk elérni a gyerekeket, a valamilyen fejlődési elmaradást mutató gyerekeket, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy minél hamarabb integrálódjanak egyrészt intézményekbe, másrészt ugye a társadalomnak is ez a célja, hogy egy jól működő gyerek, illetve későbbiekben felnőttet kapjon.